Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a Beledű Könyvtár az év során több rendezvénnyel is tiszteleg a nagy költő munkássága előtt. Szeptember 20-án szerdán egész napon át tartó felolvasó maraton szerveznek a Toldi című elbeszélő költemény közös felolvasásával. Kotekné Kalmán Zsuzsanna könyvtáros elmondta, a felolvasás reggel 9 órakor megnyitóval kezdődik, és délután 17 órakor fejeződik be. Az ősz a könyvtári programoknak is egy kiemelt időszaka. A soron következő programunk szeptember 20-án lesz. A felolvasó maratonnal indítjuk az őszi rendezvények sorát. Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére hirdettük meg ezt a rendezvényt, és a Toldit szeretnénk felolvasni közösen. Ki jelentkezhet erre? Erre a rendezvényre bárki jöhet, sőt, nagyon nagy szeretettel hívok mindenkit, minden beledi és beled környéki lakost. Mindenkit, aki olvasni tud és szeret. Ugyanis mindenki tudja, hogy a mai világban az olvasás és az olvasás szeretete egy kicsit kikopott a mindennapjainkból, és ezt a napot szeretnénk ennek a figyelem felkeltésére, illetve ennek szükségességére felhívni a figyelmet, hogy szenteljünk egy napot ennek az irodalmi élménynek, hogy Arany János költészetének is adózzunk ezzel a tisztelettel. Szeptember 20-án 9 órakor kezdődik egy megnyitóval, és előreláthatólag 17 óráig tart. Folyamatosan várjuk azokat a kedves érdeklődőket, akik szeretnének csatlakozni egy személyenként 5 perces felolvasással. Szeretném azt is elmondani, hogy nem versenyről és nem előadó művészetről van szó, itt csupán arról, hogy vegyünk részt egy közös élményben, ami minden bizonnyal kellemes feltöltődést kínál mindenkinek. Egy évre Ihász Beatrixot bízták meg Beled evangélikus lelkészének. Korábban beszámoltunk arról, hogy Blatnicki János Dániel és családja Budapestre költözött, így új lelkészt kellett keresni a beledi gyülekezetnek. Önök hogy találtak rá a városra, illetve hát az evangélikus gyülekezetre? Esperes úr, Mesterházi Balázs hívott fel engem, hogy úgy néz ki, hogy a beledi gyülekezetben lelkészt szeretnének, hiszen a Jánosék elmennek, és vállalnám-e, lenne kedve megismerkedni az itteni közösséggel. És napok leforgása alatt aztán a telefonszámomat megadta Buti Gyula felügyelő úrnak, ő ugye nálunk a gyülekezetnek a világi vezetője, és meghívást kaptam ide Beledbe egy pár presbiter testvér közösségébe, hogy bemutatkozzam. Lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutatkozzunk, férjemmel jöttem, és aztán másnap volt ez a presbiteri gyűlés, amiben egyértelműen döntöttek arról, egyhangulag döntöttek arról, hogy szeretnének engem elhívni erre a munkára, erre a hivatásra. Valójában ez egy egyéves helyettes lelkészi szolgálat, ami alatt megismerjük egymást, és aztán a továbbiakat majd meg fogjuk látni. Kölcsönös szimpátia, szeretet esetén nyilvánvaló további folytatás. Tartoznak kis települések, én úgy tudom, hogy Vásárosklubba is kell mennie, illetve hát még egy település és van. Edve tartozik köse. Hozzá, illetve Cirák és Dénesfa is hozzánk tartozik, de ott nincsenek rendszeres gyülekezeti alkalmak. Edvén és Vásárosfalun van lehetőség arra, hogy Vásárosfaluba 2 hetente, Edvén pedig havonta egyszer istentiszteletet tart, csak kicsin gyülekezetek ezek. Most legutóbb 10-én vasárnap Edvén voltam, illetve Vásárosfaluba voltam az első vasárnap 3-án. Ott a katolikus templomba tartjuk az istentiszteleteket most, amíg föl nem épül az új evangélikus templom. Hát gyorsan a közepébe került, hiszen meg kell ismerkedni a belediekkel, de közben Vásárosfaluba egy templomot kell építeni, igen, mert most már annak megkezdődtek a munkálatai. Így van, állnak a falak, illetve itt a beledi templomot is mindenféleképpen renoválni kell. Erre egy nagy pályázatot írtunk, illetve írt a pályázatíró cég, és 22 millió forintot elnyertünk. Augusztus végén jött a hír erről, úgyhogy hát most már csak jól fel kell használni. Közel 4 milliárd forintból megépítik Bősárkány és Dőr Szennyvíz csatorna hálózatát.
A tervek szerint a két település szennyvizét a Csornai Szennyvíztisztító Tele fogadja be. 2010 és 14 közötti ciklusban újra nekifutottunk az ügynek, és akkor megkaptuk azt a jó hírt, hogy egy nyertes pályázat van, és Bősárkány megvalósíthatja régi nagy álmát, a szennyvíz elvezetést. És el is jutottunk abban nem csak a támogatás kihirdetéséig, meg a támogatási szerződés aláírásáig, hanem már a közbeszerzési eljárásig is. Aztán a közbeszerzési eljárás volt az, ami technikai okokból alapvetően megbukott. És az azért volt problémás, mert nem lehetett új közbeszerzést kiírni, hiszen a 2014-ig tartó Európai Uniós fejlesztési ciklus végéhez értünk, tehát nem lehetett folytatni ilyen gördülékenyen a projektet, és akkor úgy tűnt, hogy teljesen megbukik a Csornai Szennyvíztelep fejlesztése és a Bősárkányi csatorna beruházás. Mi ezt akkor nagyon szomorúan vettük tudomásul, az egyetlen, aki talán örülhetett, az Dőr polgármestere volt, hiszen az eredeti projektben Dőr település még nem szerepelt, mint projekt gazda. És aztán én nagyon sokat beszéltem miniszterelnök úrral személyesen is, meg a kormány illetékes tagjaival, hogy nekünk évtizedes problémánk ez az ügy, és akkor a kormányzat fölkarolta a bősárkányiak ügyét, és lényegében átmentettük, tehát nem kellett előről kezdeni az egész folyamatot, hanem átmentettük az új Európai Uniós finanszírozási ciklusra a projektet, sőt, időközben bejelentkezett Dőr polgármestere is, azzal az igénnyel, hogy ha már egyszer itt vannak a szomszédban, akkor nem lehetne elintézni, hogy Dőr község is a Csornai agglomeráció, szennyvíz agglomerációhoz tartozzon. Itt tehát egy kétlépcsős küzdelmünk volt polgármester úrral, hiszen először el kellett intézni, ki kellett lobbizni, hogy az érintett kormányrendelet mellékletében a Csornai agglomerációhoz sorolják be Dőrt. Ezt rövid úton sikerült végül is együtt kilobbiznunk, és aztán pedig Dőr így bekerült ebbe a projektbe is. Én ezért elsősorban köszönettel tartozom természetesen Magyarország kormányának, személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is, ő ismerte ezt a problémát személyesen, és ő maga is foglalkozott vele, másrészt pedig az illetékes minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium leginkább illetékes államtitkárának, Szabó Zsolt államtitkár úrnak, aki végigkövette a projektet és igyekezett mindenben segíteni minket, illetve az egyéb közreműködő szervezeteknek, elsősorban itt a Nemzeti Fejlesztési Programiradára gondolunk. De hát nyilvánvalóan, ha már köszönetet is mondunk, akkor köszönetet kell mondani minden érintett település lakóinak, elsősorban a bősárkányiaknak azért az évtizedes türelemért, amelyet ők tanúsítottak. Így elsősorban azt tudom mondani, hogy ha már egyszer ünnepelünk, meg hurrá hangulatban vagyunk, akkor elsősorban ők azok, akik ünnepelhetnek, és hurrá hangulatban lehetnek, és pezsgőt bonthatnak. Nézzük a tényeket. A mai napon, ahogy említettem, már abban a fázisában állunk a projektnek, hogy kivitelezői szerződés aláírására kerül sor. A kivitelezőnek a szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónapja van a munka befejezésére. Én ezt nem tudom, majd talán a kivitelező megerősíti, de én nagyon bízom benne, hogy még az idei évben, hogyha a körülmények megengedik, akkor még az idei évben a munkagépek legalább Bősárkányba fel tudnak vonulni. De az biztos, hogy 2020 őszéig mindenképpen be kell fejezni a projektet mind a három településen, tehát Dőrben, Bősárkányban és Csornán is. Ami a számokat illeti még, a bősárkányi csomag az egy 2,2 milliárdos csomag. Ebben szerepel egy valamivel több mint 1 milliárdnyi összeg a csatornahálózat fejlesztésre. A fennmaradó összeg az bősárkány része a Csornai Szennyvíztisztítótelepben történő fejlesztésre. A Csornaváros része egy 1,2 milliárdos csomag, ez egy az egyben a szennyvíztisztítótelep fejlesztését jelenti. Itt nem csak korszerűsítésről beszélünk, hanem természetesen kapacitásnövelésről van szó, hiszen még újabb két település szennyvízét kell, hogy fogadja a telep. És a Dőri fejlesztés pedig egy valamivel több mint 270 millió forintos csomagot jelent. Összességében tehát azt tudjuk mondani, hogy ez nettó számokról beszélve, nettó több mint 3,7 milliárd forintnyi támogatást hoz jut a három település ebben a projektben. És itt még azt érdemes hangsúlyozni, hogy a támogatást, a forrást egyrészt az Európai Unió, másrészt Magyarország kormánya biztosítja, és jelen tudásunk szerint az érintett településnek egy fillér önerőt nem kell vállalnia ahhoz, hogy a projekt sikeresen megvalósuljon. Nos, én összességében szeretnék gratulálni polgármester asszonynak és polgármester uraknak, még egyszer Dóczi Géza Dőr polgármesterének a sikeres küzdelmünkhöz, hogy Dőrt sikerült bepasszíroznunk ebbe a Csornai agglomerációba és ebbe a projektbe. Csorna a polgármesterének az újabb, így már sokadik
elnyert pályázathoz, és várok jó egészséget és kitartást ennek a sok-sok fejlesztésnek megvalósításához, amelyel én meggyőződésem, hogy Csorna városa végre valóban igazi térségközponti szerepet fog tudni vállalni a következő években, de hát leginkább talán nézzék el nekem a polgármester kollégák, mégiscsak Szalaimbe Bősárkány polgármesterének kell gratulálnom, és megköszönöm azt a közös küzdelmet, ezt az évtizedes közös küzdelmet, amelynek a végén most reményeink szerint minden rendben lesz, és pont kerül az ügy végére, és együtt ünnepelhetünk a bősárkányokkal. Harmadik alkalommal került megrendezésre a Városnap Csornán. A nagyszabású programsorozat része volt idén a 10. alkalommal megrendezett gasztrocsata. A rendezvény életre hívója Németh József elmondta, a magyar gasztronómia népszerűsítése a fő szempont, ahol a különböző régiók képviseletébe érkezett főzőcsapatok mérték összetudásukat. Ezek a csapatok, akik most is itt vannak, nem mesterszakácsok, nem séfek, hanem egyáltalán amatőr szintű kedvelők, akik a főzést szeretik, és éveken keresztül csinálják, és ilyenkor, ebből az alkalomból kiadjuk a Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség népi sütő-főző hagyományok őrzője címet. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly, rangos elismerés. A Városnapon köszöntötték a 135 éves Csórnai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elmondta, az Egyesület a Csórnai Polgárok Összefogásából jött létre 1882-ben. A mai Városnap különleges az Egyesület és a város viszonyát tekintve. Eddig az Egyesület működött közre a városi rendezvény biztosításában, munkájuk, szolgálatuk révén kapcsolódtak a városi ünnepségekhez. Most azonban azért is gyűltünk össze itt, hogy megemlékezzünk az Egyesület alapításáról, ünnepeljük az Egyesület fennállását, és a mai városi rendezvényen az önkéntes tűzoltók ne legyenek szolgálatban, hanem őket ünnepelje a város és a régió. A nap folyamán a megyei polgárőrnapot is megszervezték. Az ünnepségen méltatták a megyei polgárőrök munkáját és rangos kitüntetéseket adtak át. A rendezvény végén a csornai polgárőrök két új robogóval gazdagodtak. A két kerekűeket ki is próbálhatták. Az idei városnapra a Csornai Motoros Klub is kilátogatott. Hegyi Tibor, a klub egyik alapítója elmondta, 16 fővel alakultak meg, és jelenleg 54 motoros vesz részt a civil szervezet életében. 5 évvel ezelőtt alakult a Csornai Motoros Klub, akkor, ha jól tudom, 16 fővel alakultunk, és azóta azért már szépen fölfejlődtünk. 54 fő van jelenleg a Csornai Motoros Klubban. Fiatalabbak is, idősebbek is, mindenféle korosztály. Kis motor, nagy motor, tehát ami az 50 köbcentitől az 1800 köbcentig minden motor megtalálható a klubba. Az Aranyfonál Egyesület idén második alkalommal rendezte meg a rompartit a Sobák utcában Csornán. Az Egyesület taglétszáma mára már több mint duplájára emelkedett. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, és sok sikert kívánt az Egyesületnek. A Csornai Önkormányzat a Vörös Imre bácsi hagyatékából az épületre egy pályázati támogatási igényt nyújtott be. Pontosabban egy olyan pályázatot nyújtott be, amelyben két kulturális műhely infrastruktúráját szeretné fejleszteni, rendkívül helyesen. Az egyik az ifjúsági ház, ahol ugye a néptáncosaink működnek, a másik pedig ez az épület, illetve ez az udvar, amelyet a Vörös Imre bácsi hagyatékának megfelelően is egyébként erre a célra kell használni a városnak. És hát alkotóház nincsen alkotó nélkül, de hogyha alkotó már van, akkor vajon van-e forrás hozzá? És mi nagyon bízunk abban, hogy ennek a pályázati támogatásnak köszönhetően nem csak az ifjúsági ház fog megújulni, hanem megújul ez az udvar, meg ez az épület is. Hát egy kihívást jelent ez az alkotók számára, mert lehetséges, hogy akkor, hogyha ez megtörténik, akkor a következő rendezvény már nem lesz romparti, vagy legalábbis valamilyen új nevet kell találni, mert reméljük, hogy rom már nem lesz, hanem valóban egy 21. századi méltó körülmények között működő alkotóműhely. A Városnap alkalmából kínai delegáció is érkezett Csornára.
A távol-keleti ország 1,2 millió lakosú városának alpolgármester elmondta, mi a véleménye Csornáról. Először jöttünk a Csornára, és nekem nagyon tetszik, mert nagyon tiszta embereket, nagyon kedvesek, és utána a mezőgazdasággal kéne foglalkozni a Csornájakkal. Az esti programokat dr. Bónáné, dr. Németh Katalin polgármester nyitotta meg, és jó szórakozást kívánt a koncertekhez. Bízom benne, hogy ma is legalább olyan jól fogják érezni magukat, mindannyian, mint az elmúlt években. Idén azonban gondoltunk azokra is, akik nehéz szívvel indultak haza az elmúlt két évben, a Szárvendégek műsora után, az ünnepi elzárása volt. Ezért örömmel jelentem be önöknek, hogy ma este 11 órától Laci Lajcsi zenekara játszik, a rendezvény hajnali 2 órakor ér véget. Kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat az est hátralévő részében, és találkozunk jövőre önökkel, ugyanitt Csorna várja önöket. Szép estét, jó szórakozást kívánok mindenkinek Csorna város nevében! A híradó után magazin műsorunkat láthatják.